Sziasztok! Ismét itt vagyok a varázsdobozommal, nézzük is meg, hogy mi van benne. Mai mesénknek a címe Bujócska. Összegyűlik az erdőben az állatok apró nagyja. Csíbe, süni, bari, röfi, elefáni, mókuska, papagáj, kecske és egérke. Mi lenne, ha bujócskáznánk? Veti fel Csibe. De jó ötlet, lelkendezik Süni. Te vagy a hunyó! Mindannyian szétszélednek, csak Csibe marad a tisztáson. Számolni kezd. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 100! Aki bújt, aki nem, megyek! Csibe elindul a bozót felé. Hirtelen észreveszi elefáni ormányát. Elefáni, megvagy! Hoppá! De hiszen ez nem is elefáni, hanem egy lócsolócső. Csip-csirip, Csibe folytatja a keresést. Ó, Süni! Megvagy! Júj, ez nem is Süni, hanem egy jókora bogáncs. Csip-csirip, Csibe megy tovább, keresgél. Ó, egérke, megvagy. Hiszen ez nem is egérke, hanem ez egy festékes ecset. Csip-csirip, csipogja vidáman Csibe, és folytatja a játékot. Nyerni fogok, az biztos. Mókuska, megvagy. Jaj, ne, hisz ez nem is mókuska farka, hanem egy seprű vége. Csibe elkiáltja magát. A mindenit, hát a bolondját járatjátok velem. De ezért csip-csirip, folytatom a keresést. Papagáj, megvagy. Hiszen ez nem is papagáj szárnya, hanem egy kiszakadt párna tollai. Csibének egyre inkább fogytán a türelme. Szerencsére összetalálkozik Boci mamával. Csibe, nem láttad a locsoló csövemet, a díszbogáncsomat, a festékes ecsetemet, a seprümet és a párnámat? Hát, betoppantak az unokák, és mindent eldugtak ezek a rossz csontok. Csip-csirip, Csibe oda vezeti Boci mamát a bozótoshoz. Boci mama repes az örömtől. Végre megvan minden cókmokja. És Boci mama, nem láttad a barátaimat? Barátaidat? Tehogy nem, a tyúkolban uzsonnáznak. Sziasztok! Megvagytok! Toppan be Csibe a tyúkolba. Mindenki hangosan nevet, még Csibe is, mert végül is csip-csirip, nagyon tetszett neki ez a játék, jól érezte magát. Aztán, amikor Boci mama a locsolócsővel, a bogáncsal, a festékes ecsettel, a seprűvel és a párnával elmegy a tyúkol előtt, már mindenki gurul a nevetéstől. De mi lenne, ha fogócskáznánk? Veti fel Csibe. De jó ötlet, lelkendezik Süni. Te vagy a fogó? Még mit nem? Nézd csak meg a homlokomat. Az van ráírva, hogy Pali madár. Végül mindannyian a játék után szundítanak egy nagyot, mert egy ilyen kiadós játszás után csip-csirip, bizony fárasztó az élet. Itt a vége a mai mesénknek. Végül is mindenki meglett a bujócskába, és még Boci mama is örülhetett, hogy meglett az összes elveszett tárgya. Remélem tetszett a mese, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!